Ennek a légy szerint, de úgy, hogy az osztályítás, hogy melyik az első fokosó mozdulat, az óriás fogon. Oldalra. De rendesen mutasd meg, rendesen, tehát hogy mostunk? Nem, a fogon, csak a fogon. Szeretném, hogyha megmutatnád, hogy mit tanultunk. Jó, most fogad? Igen. Gyerekek, biztos? Hogy kéne neki fogad mosni? Hát egy a fogjafét így kéne tartani, így visszintesen, igaz? Igen. Így van? Igen. És így kell fogad most így körkörösen, itt az ínyünknél kisöpörjük, ami ott van a trutyi, így van? Trutyi! Így van? Rendben van? És akkor így jövünk fölfelé, körbe, és így mosunk fogad. Ugye, hogy milyen nehéz ezt jól csinálni? És a szádban is ilyen nehéz, de szeretném, ha odafigyel, jó? Köszönöm szépen! Azért ilyen kicsi, hogy beférjen a fogunk közé. De azért ilyen nagy, ami a kezdetem, amivel hogy én is nagy vagyok. És az óriás fogközpusztító kefe az nagy. Szeretném, ha jönnél, mert nagyon gyors voltál. És légy szíves, megtanulunk, hogy hogy kell a fogközpusztító kefét használni. Jó, fog meg, légy szíves. Milyen irányba kell majd bedugni a fog mellé? Melyik irányba? Újjájá, hogy az osztály is lássuk tőle. Melyik irányba kell bedugni majd? Így van, úgy van, mert ez a külső felszíne a fognak, és itt a fog nyakánál bedugjuk, igaz? Az ínynél, a fog tövénél, így van? Igen. És ezt a lepedéket, ami itt van a két fog között, ezt hogy tudjuk innen kisítani? Előre, hátra elkezdünk mozgatni a kefét, és szépen fölfele. Lejött a lepedék? Lejött a lepedék, ügyes voltál, köszönöm szépen! Hát az hívjuk, mi ez? Keskeny, széles, bolygós, vékony, vastag, sokféle létezik belőle. A fogsejemet úgy használjuk a szánkban, hogy a két ujjunkra rácsavarjuk, megfeszítjük és a két fogunk közé befülészenünk bele, jó? Megjegyeztük? Igen! Yeah. Azért, akkor a két ujjunkat most a két gyerek képviselik, jó? Tehát az egyik gyerek megfogja az egyik oldalon, a másik gyerek meg a másik oldalon, jó? De körülbelül mondjuk itt fog meg létszeres, te meg itt fog meg, jó? És úgy állunk, hogy lássa mindenki, jó? Tehát a fogsejmet hogy használjuk? Úgy használjuk, hogy a fog mellett bevezetjük szépen a szájba. Tegyétek ide fölülre. Ide fölülre, így. Húzd meg, feszítsétek meg. Nagyon jó, nem kell nagyon. Állj hátrébe, kicsit. És amikor az erdőben a favágók, tudjátok, hogy fűrészelni? Húzzák a hosszú fűrészt. Szépen kezdjétek lehúzni. Nagyon jó! Sikerült! Várjatok, várjatok! Tehát ami fölül van a két fog között lepedék, azt már sikerült lebrisztítanunk a fogról, így van? Igen. Nagyon jó. És hogyha itt tegyétek létszeres a fogsejmet, feszítsétek ki, és szépen így fűrészelve húzzátok lefelé egészen a rózsaszín ínyig. Egészen idáig az ínyig. Idáig az ínyig. Nagyon jó. Itt megállunk a fogsejemmel, és a fogsejemmel úgy tudjuk megtisztítani a fognak a nyakát, hogy ugyanilyen kiben húzogatós mozdulattal szépen elkezdjük fölfele húzni, jó? Tehát húzogassátok elő, nem. Itt előre. Gugolj le, te is szépen ügyesen, gugolj le, és előre hátra húzunk. Ide mögé váljál, légy színes. És előre hátra, és szépen lehúzgáljuk róla. Tegyétek le, sikerül? Jó, mert ügyesek voltatok. Nagy tapsot nekik!